Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával! Ez lesz a második telepítős videónk. Azaz, ebből nem lesz rendszer, nem fogunk rendszert csinálni belőle, de én úgy érzem, hogy ezt a disztribúciót, eznek a telepítési módszerét szeretném bemutatni. Miért? Mert úgy hívják, hogy Magyar Linux, azaz Magyar Arch Linux, ami nekünk nagyon jó. Vegyétek figyelembe, hogy ez nem a klasszikus értelembe vett disztribúció, mint például a Linux Mint vagy a Manjaro, hogy maradjunk az Arch vonalon, hanem egy telepítő segédeszköz, ami nagyon kényelmes számunkra. Miért? Mert az Arch Linuxot alap esetben nehézkes telepíteni. Nem kezdőnek vagy középhaladónak való egy Arch Linuxot, nettó Arch Linuxot felbarkácsolni a gépre, ahhoz a miénknél nagyobb tudás kell. Ezt felismerték sokan, például a Manjaro-nak is a készítői, vagy az Arch Linuxnak a készítői, hogy bizony tegyünk meg azért mindent, hogy egy grafikus felületen egy jól összeállított rendszert kapjunk. A Magyar Linuxnak a készítői más utat járnak, ők azt mondják, hogy hagyjuk meg az Arch Linuxnak azt a szép eszméjét, hogy a felhasználó alulról építkezve, azaz felrakunk egy alaprendszert, arra felrakunk majd egy olyan grafikus felületet, ami nekünk kell, olyan ablakkezelővel, egyébbel, és majd utána felrakjuk a felhasználói programokat, azaz egy alulról építkező, csak azt felrakó dolgot, telepítőt fogunk kapni, amit mi szeretnénk. Tehát kihangsúlyozom, ez nem egy olyan hagyományos értelembe vett disztribúció, mely számodra különböző programokat ad, ez inkább úgy nevezném, hogy telepítő segédeszköz. De ezt a telepítő segédeszközt érdemes megismerni. Ha véletlenül erről a Magyar Linuxról még nem hallottál, akkor nem vagy lemaradva a Linux vonalon, ez viszonylag új. Régebb óta is fejleszték, voltak előzményei is, de számunkra nagyjából egy hónapja elérhető ez az eszköz. Mi a lényeg? Az, hogy felmegyünk első lépésben a Magyar Linuxnak az oldalára, amiben éppen elmondják azt, ami számunkra fontos. Nézzük is meg, mit beszél el nekünk ez az oldal első körben. Tisztelt felhasználó, ez mi vagyunk, és az van ideírva, hogy Magyar Arch Linux alapú disztribúció. Én most a lényegre fogok ugrani, a Magyar Linux nem a te eszközöd, ha nem vagy tisztában olyan alapfogalmakkal, mint például a Dev per SDA. Na hát ez a lemez. Ha ezt nem tudod, hogy mi ez, meg hol van ez a gépedbe, mit kellenél te tudni ahhoz, hogy ez egy lemez, és ezt be tud célozni telepítésnél, akkor bizony nem a tied ez a disztribúció. Ezt szeretném megvizsgálni, hogy telepítés közben beleütközünk-e olyan pontokba, és ha igen, azok mik, és hogyan tudsz azokra felkészülni, amik ennek a telepítésnek, hát hogy is mondjam, egy kicsit akadályai lehetnek. Azaz, ezek a tudások nem olyanok, amiket egyetemi szinten valami titkos megosztással osztanak szét, de jobb, hogyha mi ezekre felkészülünk, és legalább azt tudjuk, hogy a dev per SDA az mi az össz, vagy ez a homepath, meg egyéb ilyen föliratok mi kellenek-e nekünk a telepítéshez, és ha kellenek, akkor ezeket a tudásokat hogyan tudjuk megszerezni. Illetve azt írja, ha nem tudsz abszolút semmit angolul, hát sajnálatos módon a Linuxnál elég sok mindent kell minimum angolul elolvasni, de ez számunkra nem okoz gondot. Miért? Mert a legtöbb ember használja a Chrome, Chromium vagy hasonló Google-nak készített böngészőjét, abban pedig van fordító program. Hát nyilván már nem a szótárt lapozgatjuk, hanem a fordító programot fogjuk felhasználni, hogyha valamit nem értünk. Azt vegyétek figyelembe, hogy érdemes alapszinten, valamilyen szinten összeszedni Linuxos számítógépes, meg egyéb téren az angol minimumot, mert a legtöbb leírás angolul van. És azt kell mondanom, bár én úgyis tudjátok, hogy a Fedorát, a Debian alaput, a Mintet és egyebet nagyon-nagyon szeretem, de az Archnak a wikije, a leírása, a dokumentációja kiemelkedő. Kiemelkedő, és ebből a rációból érdemes egy kicsit belemélyedni a szakszövegekbe, utána nézni ennek-annak, mert az Archot nem úgy használjuk, mint egy hagyományos disztribúciót, hogy felteszed,
bedugod a pendrive-ot, elindítod, aztán kész, és komplett felületet kapsz, és akkor minden készen van, ráadásul nagy részben le is van fordítva. Az Arch azért egy kicsit komplikáltabb telepítésű és felhasználású dolog, hiszen alulról építkezik, és nem egy konfekció eszközt kapsz, ami mindenkinél egyforma, és esetleg te maximum a háttérképet változtatod meg. Bár maga a telepítő tud magyarul, végig magyarul fogunk végigmenni, és egy-két kommentárt fogok hozzátenni, a Live grafikus rendszerben fut, ennek csupán kényelmi oka van. A Live rendszer kialakítása semmilyen befolyással nincs a telepítés utáni állapotra. Ops, ez a legjobb. Azaz kapsz egy nettó üres árcsot, amire te fogsz építkezni, de ezt az üres árcsot úgy kapod meg, azaz a telepítést úgy tudod lefolytatni, hogy egy kényelmes grafikus eszközzel fogsz te tudni dolgozni. Amit fel fognak rakni, ezeket nézd meg, viszonylag kevés. Hát nyilván felrakják a kernelt, felrakják azt az izét, amivel te bejelentkezel, választható a telepítés során. Nagyon jó, hogy ezek közül azt választod, ami számodra fontos. Nyilvánvalóan felraknak egy X-et, azaz az X-orgot, a grafikus felületet. Figyeljünk majd arra, hogy a grafikus kártyádról jó lenne, ha tudnád, hogy micsoda. Oké, ezt majd a későbbiekben megnézzük. Fölrakják a Pulse Audiot, nagyon-nagyon jó, legalább hangunk is lesz, meg egy-két olyan dolgot, amire számunkra szükség van. Leírják, hogy pár előre beállított dolgot is választhatsz, azaz az XFC-et, az i3-as, meg a BSPVM-et is használhatod, egy picit beállítva, az ő szájuk íze szerint beállítva, és ezeket külön is tudod telepíteni, majd a telepítésnél megnézzük, hogy ezeket hogyan tudjuk felrakni. Nyilvánvalóan én inkább az XFCE vonalat szeretem használni, hogyha más nincs, illetve az OpenBox vonalat, ezt a hármat ők beállították számodra, az ő szájuk íze szerint. Ha tetszik, kipróbálod, ha nem tetszik, akkor föl tudsz rakni menet közben egy netto XFC-et is, vagy akármilyen asztali felületet, ablakkezelőt nevezzük bárminek, ki tudod választani, azaz van egy kis előre beállított dolog. Nem vitték túlzásba, de amit csináltak, azok szuperül működnek. Mind a hármat kipróbáltam, ami nagyon-nagyon jó és kiváló, hogy ők igazából azt írják, hogy ezek mindegyike a magyar Arch Linux sajátos színsémáját, asztaltémáját, valamint későbbiekben ikontémáját alkalmazza, használja. Itt is kitérek rá az Arch alulról való építkezésének az előnyeire, hogy természetesen telepítés után ezt is személyre szabhatod, ahogy csak szeretnéd, nyilván ha felteszel egy ő általuk összeállított színsémával elkészített XFC-et, az két másodperc után a saját színeide, a saját környezeti beállításodra át tudod állítani. Nagyon jó, nem vagy rákényszerítve arra, hogy azt használd, amit ők beállítottak. Csomagok, melyek az előre konfigurált lehetőségekkel települnek. Megnézed, hát bizony, XFC-e, amit én szívemből ajánlok mindenkinek, fölrakja az XFC-e 4-et. Nagyon szuper, hát ő az, amit mi használni fogunk. A egy-két dolgot nem viszik túlzásba, azaz nehogy arra készülj fel, hogy olyan rendszert kapsz alaptelepítésnél, mint például a Linux Mintnél, ahol elég sok minden felkerül, vagy az Arch Linuxnál, ahol szintén elég sok minden felkerül. Itt is megint hangsúlyozom az alulról való építkezést. És itt a végén azt szeretném kiemelni, de nagyon, ami nagyon fontos, és nagyon ezért tetszik ez a telepítő disztribúció, a magyar Linux nem patchel semmit semmivel. No hát ezt meg is magyarázzák, a feltelepülő kész rendszer a magyar Linux Project megszűnése esetén bátran tovább frissíthet elő, hiszen a konfigurációs fájljainkat, valamint a grafikus telepítőt leszámítva egy teljes értékű Arch Linux, azaz. Ez azért fontos, mert ez egy pici disztribúció, pár ember készíti nagy lelkesedéssel, és nagyon jól, de nekik az élethelyzetük megváltozhat, és esetlegesen a későbbiek folyamán ezt nem fejlesztik, akkor sincs baj. Nincs saját tárolóik,
amiből éppen csak onnan kaphatod meg az általuk összeállított dolgot, hanem nettó natur az ARS tárolókra, az ARS rendszerre támaszkodnak, azaz telepítő, és nem olyan disztribúció, mint például Manjaro. Volt már ilyen a magyar vonalon is, az UHU Linux, ami nagy rész megszűnt. Saját tárolók, saját file formátum, saját minden. És akkor felrakott az ember egy UHU Linuxot, és utána, amikor már úgy kezdett megszűnni, kezdett csökkenni a támogatottsága, akkor mi történt? Ott állt az ember, nem tudott gyorsan, hirtelen váltani, és azt is el kell mondani, hogy ez nem egy magyar sajátosság, aki az utóbbi időben egy-két évvel figyelte a disztribúciók életét, azért volt olyan ARS alapú rendszer, ami megszűnt, Antergos, azt hiszem így hívták, és akkor mi van? Ha saját tárolóik vannak, saját fejlesztési programjaik vannak, és nagyon sok mindenbe belenyúltak, és nem a tiszta ARS-ot kapják, a tisztát értsd úgy, hogy kizárólag az ARS Linux hivatalos és az Aura támaszkodó rendszerét kapják, hanem saját fejlesztésű akármiket, akár konfigurációs fájlokat, csak onnan tudod letölteni, vagy átírtak ezt-azt. Ha az ilyen rendszer megszűnik, akkor te mit csinálsz? Nem tudod továbbvinni, tovább görgetni a rendszeredet, hiszen az ARS Linuxnak az a nagy előnye, hogy egy rolling, tehát folyamatosan gördíthető, és elvileg újra telepítés nélkül a végtelenségig használható. Azaz ez egy nettó, jól használható ARS alapú telepítés. Kapcsolatra rábötsz, nyilvánvalóan, hogyha fel akarod venni a srácokkal a kapcsolatot, itt is megteheted. Egyébként Discord csatornájuk is van, illetve Zoliéknak, a Linux Mindes Zolinak a csatornáján is elég aktívak. A letöltés, itt van. És nézd meg, Google Drive-on van a termék. Ez egy 1,1 gigás, jelen pillanatban körülbelül, úgy emlékszem, ennyi volt. Villámgyorsan letölthető eszköz. Én azért emeltem ki ezt a Google Drive-ot, mert vannak olyan disztribúciók, amik itt-ott tárolják a telepítő eszközüket, és vannak olyanok, amik hát bizony olyan helyen, ami hát nem a leggyorsabb. A Google Drive az villámgyors, és mindenki által használható dolog. Rákattintasz, van egy kis szöveg, hogy hát bizony ez jó nagy, és ők nem tudják vírus ellenőrizni, már mint a Google, és hogy így is le akarod-e tölteni. Rákattintasz, lejön, nekem fél perc alatt lecsorgott. Szuper! Kiírtam pendrive-ra, illetve hát itt természetesen VirtualBox-ból fogom telepíteni, és gond nélkül fölment a gépemre. Semmi olyan kérdés nem volt, és ezért készült ez a videó, hogy mindenkit megnyugtassak, pár kis ismeret mellett föl tudjátok tenni a rendszert, hogy utána te hogyan tudsz felépíteni, mondjuk a szívem csücske, OpenBox, üres képernyő, jobb klikkel ad egy kis menüt, és abból felépíteni egy olyan rendszert, amit itt látok, és többször bemutattam is, vagy lehet, hogy már meg is jelent az a videó, amiben elmondtam, hogy az OpenBox-ot miért szeretem, szóval az már a ti dolgotok, de jól és különösebb zökkenő nélkül fel fogja nektek telepíteni, ha megvan a kellő tudásotok, ismeretetek a gépetekről, és egy minimális Linuxos ismeret, akkor bizony fel fogja nektek tenni a gépre az alaprendszert. Hát nézzük is meg, hogyan működik ez. Letöltés után nyilván ki kell írni pendrive-ra, illetve én ezt mindenkinek mondom, aki igazából még nem tudja, hogy kell-e, nem kell-e, mit kapok, hogy kapom, hogyan fog kinézni, hát utána milyen utómunkák kellenek, azaz hogyan építed föl rá majd a programokat, az ablakkezelődet, a hátteredet, a panelokat, azoknak éppen azt javaslom, hogy VirtualBox-ba tegyék föl, és akkor megnézik a menetet, milyen kérdések vannak, milyen menüpontok vannak, mit hol kell beállítani, és akkor menjünk is végig a dolgon. A VirtualBox beállítása egyértelmű, de azért elmondom, ARS Linux lesz, ami fel lesz telepítve
a VirtualBox-ba, így bizony, hogy amikor a gépet, a virtuális gépet létrehozod, akkor adsz neki egy nevet, olyan nevet adsz neki, amit akarsz. Én Magyar Archnak hívtam ezt a lemezt, operációs rendszer, kiválasztod a Linuxot, illetve az Arch Linux 64 bites lehetőséget, ez biztos, ami biztos. Én adtam neki megfelelő mennyiségű memóriát a 16 GB-ból, 10-et kapott meg, biztos, ami biztos, gyorsan dolgozon, amire figyelj, és egy picit gyorsítja a eszköznek a működését, az bizony, hogyha a képernyőnél a videomemóriát felhúzod 128 MB-ra. Nyilvánvalóan nem ilyen kártyák vannak a gépekbe, de ennyit tud a VirtualBox, így bizony ebbe fogjuk szimulálni. A többi beállítással igazából neked nem kell semmit tenni. Startra kapcsolsz, és start, megadod neki, betallózod itt, hogy Magyar Linuxnak a telepítő eszközét, az ISO fájlát, és utána startra nyomsz egy pillanat, és mind a villám, meg is jelenik a megszokott kinézetű dolog. Tudod telepíteni, illetve a telepített rendszert elindítani. Nyilván mi telepíteni szeretnénk, és rákattintunk, és el is indul az élő rendszernek a betöltése, szépen lassan meg fogja tenni, ugyanúgy, mint a többi. Le fog futni, fel fogja ismerni azokat a dolgokat, amiket neki ott és akkor kell, és egy kis idő után betöltődik az élő rendszer. A betöltés után, hát nyilvánvalóan szegényem nem ismerte fel a videokártyát, hát bizony így járt, hát VirtualBox-ba telepítjük, és ennyi. És köszönt, hát bizony ez angolul köszönt, rá fogunk kattintani, hiszen van internet kapcsolatunk. Erre nagyon-nagyon figyelj, internet kapcsolat nélkül nem fog tudni ő települni rendesen, tehát azért jobb, hogyha olyanod van. Első feljegyzendő dolog, jó lenne, ha internet kapcsolatom lenne, ha nem állandó dróton keresztül kapod a internetet, akkor jó, ha leellenőrzöd, hogy van-e nyelv. Nyilvánvalóan az installer nyelve legyen magyar, és rákattintunk, és el is indul. Az első válaszunk, azaz magyar vagy angol legyen, az nem okozhat senkinek semmit. Partíciók beállítása, na ez az, amire nagyon oda kell figyelni, leokézzük. Automatikus partícionálást szeretnél, vagy kézi partícionálást szeretnél? Én azt mondom, és ez az én magánvéleményem, és ezt tartom is, de ezzel ellentétes vélemény is lehet, hogyha nagyon-nagyon kezdő vagy, és Linuxot vagy akármit telepítesz, ez az akármi vonatkozik arra is, hogy Windowsnál is el lehet tolni a telepítést, az a legjobb, hogyha fogod a gépedet, és lehúzkodod azokat a Winchestereket, SSD kártyákat, amire nem telepítesz. Én általában egy darab Winchesterre, SSD-re, vagy akármire telepítem fel a rendszert, így bizony az a legkényelmesebb, hogyha csak azt az egyet látja a gépünk, azaz el kell döntened azokat az ismereteket, hogy te a gépedbe milyen rendszert találsz, milyen merevlemezeket találsz, SSD-ket, akármit, és azoknak mi a neve. Nem úgy van a Linux alatt, hogy CD meg egyéb, hanem egy kicsit bonyolultabb. Én az automatikus partícionálást fogom bemutatni, az a legegyszerűbb, rákattintunk és oké. Felfedezi, hogy ebben a virtuális gépben pontosan egy darab SDA elnevezésű Winchester van, ez az első, mert a, és ő rá szeretném telepíteni, ha itt több van, akkor jobb lenne, hogyha meggondolnád, hogy melyiket pöttyözöd be, hiszen arra fog települni. Bár lehet, hogy felhívja a figyelmedet, mielőtt elkezdi telepíteni a dolgokat, hogy hát bizony-bizony, ha ő valamire rátelepít, akkor arról el fognak tűnni az adatok, amit természetesen mindenki tudja, azért jó lenne, hogyha te most ebben a pillanatban eldöntenéd,
hogy bizony hova telepíted, és biztosan arra menjen a telepítés, az előbb elmondott húzzuk le az összes tápcsatlakozó és adatkábelt a Winchesterekről, amire nem akarunk telepíteni, az azért van, mert még nagyon kezdő időszakomban sikeresen rátelepítettem egy Linuxot, mert hát akkor még nem tudtam, hogy az SDA, egy SDB, meg egyéb ilyen akármi kírások, micsodák, és melyik merevlemezemhez párosíthatóak, hát bizony egy adatpartícióra, adatlemezre ráírtam. Nem volt gond, mert volt róla mentésem, akkor is nagy mentési mániám volt, bizony, de azért kellemetlen volt, igaz? Első olyan nagyon fontos dolog, amit szerintem érdemes is felírni, hogy át kell gondolni, hogy hova telepítesz, és annak mi a pontos neve. Itt a telepítésnél meg kell adni, hova települjön. Jó, hát az SDA van nekünk megadva, mivel az az egyetlen lemezünk, és oké, figyelmeztetés, minden adat törlődik az SDA-ról, biztos folytatni szeretné? Igen, igen, szeretném folytatni, és elkezdi a BIOS módban a partíciók készítését, azaz egy kicsit várni kell, amíg lepartícionálja a lemezeret. Ez egy kőkemény 8 gigás lemez, és eltart pár másodpercig. Ha te egy 2 terrás Winchesterre szeretnéd telepíteni, mert arra szeretnéd telepíteni, akkor egy kicsit hosszabb ideig fog tartani, ez mindenképp ki kell várni, és ilyenkor nem kell izgulni, hogyha 1-2 percig tart. Oké, leformálsz, illetve elkészítette neked a partíciókat, örülsz neki, nem kellett kézzel válogatni semmit, csak az, hogy hova menjen a telepítés. A rendszer nyelve, gondolom ez mindenkinek iszonyat nagy gondot okoz, hogy legörgetés kiválasztja a rendszer nyelvét. Nyilvánvalóan 2 olyan van, amit szeretnénk elgondolni normális észel, hogy azt a nyelvet válasszuk, az egyik az angol, aki angolul jobban tud, a másik a magyar, aki szeretné a rendszer nyelvét automatikusan magyarrá tenni, hát nem okoz ez sem gondot, ami olyan gond lenne, amin ne tudnánk túllendülni. Billentyűzet beállítása, beállítod az, hogy milyen nyelvű legyen a billentyűzeted, nyilván ha angolt választottál, és angol billentyű kiosztása szeretnél dolgozni, akkor természetesen átállítod, nyilvánvalóan, illetve a billentyűzet modellek, a PC15 az, ami általában elő szokott fordulni, én ezt választom, ez a normál billentyűzet, de neked más van, más kiosztású, más billentyű darabszámú van, akkor azt kell választani, ez se okozhat gondot, oké, a PC15 és HU beállítás nem lehet nagyon rossz, tartózkodási hely beállítása nem okoz gondot, azt hiszem Európában vagyunk, oké, a helyi vagy OTC idő meghatározását érdemes a helyére állítani, lokány time-ra, hiszen a helyi a megfelelő időzónát szeretnénk használni, és leokézzük. Gazdagép beállítása, nem kell megijedni, elég rémítő dolog, hogy gazdagép, de valami nevet adsz a gépennek, legyen a gazda név, magyarcs nevű gépünk, akármit beírhatsz egyébként, teljesen lényegtelen egy normál asztali gépen, ami nincs igazából hálózatba kötve, ott akármi lehet, nem lényeges. A következő a felhasználó, én leszek egy nagy jel, és a felhasználó jelszava P. Egy darab T betű nyilvánvalóan, de megadod azt a jelszót, amit szeretnél használni, de én nem fogok gépelgetni annyit. P betű lesz a beállított jelszó, a felhasználó jelszava a te saját jelszód, a rendszergazda, a rendszer adminisztrátori jelszavát is megadod, és még egyszer megadod. Természetesen, hogyha elütötted volna az elsőt, akkor kiderül a másodiknál, hogy bizony nem azt akartad, és így ellenőrzi, mint bármelyik rendszer. Okézzük le, kernel, shell és nyomtatott támogatás, papír megint előkerül, és akinek az, hogy kernel, tehát rendszer mag LTS, vagy a normál, most használatos rendszer mag között mi a különbség, az gondot jelent, az meghallgatja az alábbi gyors talpalót, és utánolvas. Van a kernel, ez a rendszernek a magja, ez folyamatosan frissül. Gyakorlatilag az Arch Linuxnál felkészülhetsz arra,
hogy hetente többször is frissülni fog ez a kernel, azaz a rendszer mag, ami az egésznek a magja, ő a főnök bent a gépedbe, és ez folyamatosan frissül. Ennek a frissülésnek van egy hátránya, ha véletlenül valami bibi van bent, nem szokott, de előfordulhat, akkor bizony hát gondok lehetnek a gépeddel. Nyilvánvalóan ezért szoktam mondani, és írtam is róla egy cikket, hogy jó lenne, ha mindenki fölrakna legalább egy plusz kernelt, rendszermagot, mert ha egyik véletlenül földobja a talpát, akkor még ott van a másik, és nem kell barkácsolni. Tehát ez a folyamatosan frissülő rendszermag választás, az LTS a hosszú ideig támogatott. Itt kevesebb frissülés van, kevesebb hiba lehetőség van. Válaszd azt, amit szeretnél. Én azt mondom, saját bevált tapasztalat, és senkire nem szeretném rákényszeríteni, a Linux választása, tehát a folyamatosan frissülő rendszermag választása nagyon-nagyon jó választás. Ha pedig szerverre vagy egyéb ilyen helyre akarod ezt telepíteni, akkor az LTS-t válaszd át. Nyilvánvalóan nekem bőven a frissülő, gyorsan frissülő rendszermag nagyon jó, hiszen az AMD processzorokhoz hát bizony a legfrissebben vannak bent azok a dolgok, amik illők, tehát mondjuk a hőmérsékletnek a kijelzését csak az új kernellel, új rendszermaggal tudom megtenni, a régivel nem. Na mindegy, azt választod, amit akarsz, gyakorlatilag a kernel választás megfelel shell. Ez az, ami igazából teljesen mindegy, hogy te melyiket választod. Itt hármat ajánl föl, a bast, az ESH-t meg a fist. Én az ESH-t használom, és ez nagyon-nagyon-nagyon kellemes dolog a készítőjüktől, hogy abban a pillanatban, amikor én telepítek, nem fog felrakni nekem egy bast, ami igazából nekem szívemcsücske, nagyon jó, és mindenki azt használja, de én azért az ESH-t használom, volt róla cikk, hogyha érdekel bennetek, hogy miért, meg hogyan, meg egyéb, hogyan kell váltani, akkor természetesen meg lehet tenni, de ő most már felajánlja nagyon kényelmesen azt, hogy én az ESH-t fogom tudni alapból használni. Nyomtató támogatás van, vagy nincs? Hát én nem tudom, hogy neked van, vagy nincs. Hát nekem van nyomtatóm, és leigenelem, és ebben a pillanatban felrakja azokat a dolgokat, amik a nyomtató támogatottsághoz kell. Azaz szerintem mindenkinél igen a válasz, hát nagyon kevés ember van, akinek a gépén vélhetően soha nem lesz nyomtató, kényelmesebb most felrakni, mint későbbiekben esetleg kézzel az egészet felrakni. Okézzuk le! Eddig nem volt olyan nehéz az, hogy hova rakosgatod te a rendszeredet, hát az bizony azt el kell dönteni, és meg kell nézni, és jól átgondolni. Videókártya beállítás, ez is egy olyan, hogy általában azt mondjuk az embereknek, hogy hát te vetted a gépet, jó lenne, ha tudnád, hogy mi van abba benne, hiszen te amikor összeállítottad a gépedet, vagy esetleg egy kézgépet megvettél, és megnézted, hogy ezt azért vetted meg, mert ez, meg ez, meg ez van benne, akkor azért jó lenne, ha megjegyeznünk, hogy milyen videokártyád van, be kell állítani. Ami neked van, azt kiválasztod, hát nyilván én a VirtualBox-ot fogom kiválasztani, mert a VirtualBox videokártyám van, de hogyha neked AMD-d van, akkor AMD GPU-t kell beállítani, illetve Nvidia-nál az Nvidia-t figyelj rá, nagyon figyelj, hogy ez egy fontos beállítás. Észlelt, hát kírja, hogy ő mit észlel, azért ellenőrizd le, hogy az észlelt és az általad kiválasztott és a valóságban lévő kártya összhangban legyen. Oké? Hát ez se volt egy nagy agysebészet, hiszen a te gépet illendő ismerni, úgyis észrevettétek, többször ismételgetem, te géped illendő ismerni, ismerd meg a gépedet, tudd meg, hogy milyen alkatrészek vannak benne, amikor megvetted, kaptál róla a számlát. Garanciák ez szerint vannak, és a használati értékét is növelni tudod egy gépnek, ha megfelelő drivereket, eszközöket, eszközvezérlőket használsz, gyorsabban fog működni a géped, mint hogyha csak hagynád az egészet telepítőre, majd valami lesz, és fölrak ezt, azt Windowsnál is elő szokott ilyen fordulni. Indításvezérlő és asztali felület beállítása. Na hát ez is egy ijesztő dolog, hogy indításvezérlő,
Az indítás vezérlő, azaz ablakocska, háttér, egyéb, ami akkor jelenik meg, amikor felbútol, elindul a géped, lefut az a sok, mint amit az elején láttál, lefut az a sok iromány, és akkor kapsz egy olyan panelt, amiben beírod, hogy te vagy a felhasználó, és a neved, és a jelszavadat. Ezt kell érteni az indítás vezérlőn, hogy te melyiket választod, totál mindegy, ebből a szempontból totál mindegy. Ha éppen ezen finomítani akarsz, nézd meg, hogy miket tudsz választani, a honlapon is ott van a választék lehetősége, és olvas után, hogy melyiknek mi az előnye, mi a hátránya, én az elsőt választom, megfelel. Asztali felület és VM, na hát az asztali felület, ez a KDE, GNOME, XFCE, akármi. Itt egyéni döntés, hogy te melyiket választod, és látható az a három, amiket ők kiválasztottak, hogy ők egy kicsit hát testre szabják, beállogatják számodra, illetve saját magukra is megosszák ezt a beállítást, kiválasztod ezt, vagy akármelyik felületet, ablakkezelő, ami neked a szíved csücske, az Openbox szegény a legvégén van, én azt szeretem, a másik gépre is azt fogom feltenni, de hát lényeg a lényeg. Én az asztali felületek közül természetesen a kedvencemet, az Openboxot fogom elindítani, legalábbis telepíteni. Lényeges számunkra, hogy az asztali felületet, a egyéb ilyen dolgokat ésszel válasszuk ki. Én azt el tudom mondani, hogy az XFCE-nek mi az előnye, mert azt én használom. Azt el tudom mondani, és vagy megjelent, vagy meg fog jelenni majd az a videó, attól függ, hogy mikor, milyen időszakonként fognak felkerülni, lesznek megvágva ezek a dolgok, hogy miért szeretem nagyon-nagyon az Openboxot, oké. Azt el tudom mondani, de azért, hogyha nagyon kezdő vagy, akkor gondold át, és olvas utána, hogy melyik asztali felület, ablakkezelő, egyebet szeretnél választani, mert egyrészt meghatározza a munkakörnyezetedet, én azért szeretem az Openboxot, mert nagyon-nagyon szabaddá teszi a kezemet, és úgy állogatom, ahogy akarom, de nem biztos, hogy egy kezdőnek való, hiszen hogyha esetleg ezzel vagy bármelyik Arch alapú telepítő rendszerrel, ami nem a Manjaro, meg nem esetleg az Arch Linux, akkor egy üres képernyőt kapsz, fekete háttér, jobb klikkes menüvel, és azért nem biztos, hogy abból te fel tudod építeni a rendszeredet. Ilyenkor válasz egy másikat, XFCE-t, ami egy már viszonylag berendezettebb dolog, de a GNOME vagy a KDE Cinnamon, azt hiszem azt is láttam, vagy a Plasma, vagy a Mate Cinnamon, ami egy kicsit hát emberibb beállítottságú dolog, nem annyira kockafejűeknek való, mint mondjuk az Openbox vagy az i3, ami azért egy kicsit haladóbb dolgot is elvár. Nem sok mindent, de azért neked kell felrakosgatni sok mindent, és az nem biztos, hogy kezdőknek olyan kellemes, tehát válasz ki az, ami neked tetszik. Eddig nem volt semmi olyan kérdés, amire ne tudtunk volna úgy nagyjából választ adni, igaz? Oké, egyéb alkalmazások, na hát ez az, ami egy kényelmi funkció ebbe, hogy nem csak a rendszert rakja föl, hanem most, itt, ebben a pillanatban a telepítéssel együtt meghatároz egy szükebb kínálatból, de a főbb erre a célra készült programok közül ki tudod választani azt a kínálatot, amit te szeretnél felrakni. Az internet kínálathoz föl lehet rakni azokat a dolgokat, ami számodra fontos, és amit használni szeretnél, Chromium, Firefox, amelyiket választod, a levelezők közül azt választod, amit akarsz, későbbiek folyamán is fel lehet tenni, azaz valljuk be, hogyha neked éppen egy időben a Chromium a kedvenced, aztán rájössz, hogy mégsem nem az kell, hanem a Chrome-ot akarod felrakni, később fel tudod, de most itt felrakadhatsz olyanokat, amit te szeretnél használni. Ahogy látni, egy-két biztonsági dolgot, egy-két média lejátszót, képnézegetőt, hanglejátszót kiválaszthatsz, irodai csomagok közül kiválaszthatod, amit te szeretnél felrakosgatni. Hát nyilvánvalóan jellemzően itt, hát valljuk be, a LibreOffice egyik verzióját szoktuk feltenni, majd utána a kiegészítő dolgok, nem sok mindent
tettek bele, de az alapdolgokat fel tudjuk rakosgatni. Én azt mondom, hogy kettő dolgot érdemes mindenképp föltenni, vagy a gépartedet, vagy a lemezkezelőt a GNOME-hoz, az, amelyiket te használod, tudod használni, hiszen ezzel csatolgatod fel a lemezeket, ezzel particionálod a lemezeket, ezzel kezeled a lemezeket, illetve természetesen a GDIT, a kedvenc szövegszerkesztőmet föl tudjuk rakni, és leokézzük, bepipálod azt, ami kell, és leokézod, és terminál alapú alkalmazások a maradék. Itt is eldöntheted, hogy mit szeretnél felrakni. Én mindenképp azt mondom, a nanót rakd fel, hogy szövegszerkesztőd azért valahogy kinézzen. Én a nanót szeretem, tehát az eléggé egyedi dolog. Leokézom a kiválasztást, nem jelöltem be semmit, azért, hogy gyorsabban menjen le a telepítés. A rendszerbetöltő beállítása egy fontos dolog, hova kerüljön a rendszerbetöltő, ami betölti a rendszeredet, és milyen legyen. Hát én a GROB-ot használom, nyilvánvalóan első körben a nincset nem érdemes használni, az inkább egy haladóknak való, aki utólag szereti ezeket beállogatni, hát bizony az elég kocka fej kell, és hát eléggé olyan Linux vérű embereknek való, nekünk a GROB ebbe a BIOS beállításba teljesen megfelel. Oké, hova kerüljön a rendszer betöltő? Nyilvánvalóan ezt nem egy pendrive-ra érdemes tenni kezdeti időszakban, ha éppen van benne, hanem arra a lemezre, ami mindenképp 100%-osan bent van az adott gépedbe. Itt egy van, az SD-ra fogjuk tenni, és oké, és telepítés, leokézzük, és ő elmondja nekünk, hogy bizony ezt fogja ő megtenni, nagyon-nagyon-nagyon helyesen összeírta azt, ami nekünk kell, és utána el is indíthatjuk a telepítést. A telepítés le fog futni. Ez attól függ, hogy milyen géped van, mennyi memóriád, milyen gyors a lemezed, internet kapcsolatot, meg a csillagok állása szerint egy idő alatt lefut, szépen ki fogja neked listázni, hogy mi az, amit éppen csinál, én azt szoktam javasolni, nyilvánvalóan haladóknak már az első Linux telepítés olyan, hogy hát itt ül az ember és minden kiírást izgatottan vár, hogy bizony menjünk el egyet kávézni, és le fog futni egy bizonyos idő alatt. Sok programot kiválasztottál előre, hosszabb idő alatt, kevesebbet, kevesebb idő alatt fog lefutni. Lényeg a lényeg, lefut. És, ami nagyon kényelmes, ha menet közben, az előzőeknél volt olyan kérdés, amit én úgy mondtam, hogy így, meg úgy, meg amúgy, persze nem az, hogy magyar vagy angol legyen a nyelv, hanem egy komolyabb kérdés, mi az, hogy SDA, előtte kéne megnézni, nem menet közben, azért itt lehet látni, hogy az élő telepítő rendszer, egy komplett Linux rendszer, ami pár programot tartalmaz, és itt van a kedves tűzrókánk, amire kattintva, és ha van internet kapcsolatod, nyilván van, akkor természetesen egy-egy kérdésnek utána is tudsz nézni, fel tudsz menni akár a Discord csatornájukra, akár a Linux Mindes Zolinak a Discord csatornájára, és hogyha megakadsz menet közben, akkor kérdéseket is fel tudsz tenni. Lényeg, közben tudsz böngészni, és én megvárom azt, hogy feltelepüljön, és utána újraindítjuk a virtuális gépünket, és nagy-nagy örömmel mit látunk majd, lesz nekünk egy rendszerünk. Mindjárt meg is nézzük. A telepítés sikeresen befejeződött. Happy day! Hát gyerekek, legyünk őszinték. Azt mondják, hogy nehéz telepíteni. Nem nehéz telepíteni, csak kell hozzá egy kis minimális tudás. A tudásnak azon pontjaira, ami nem egyértelmű, azokra rámutattam. Igaz? Hogy az SDA mit jelent, hogy milyen videókártyád van, hát hogy milyen rendszerbetöltőt szeretnél, illetve milyen asztali környezetet szeretnél, azt utána tudsz olvasni most már, és el tudod dönteni, hogy számodra ez az, ami a vágyott és jó. Arra azért figyeljetek, és többször felhívtam a figyelmet, itt, hogyha a KDE-t választjátok, egy nagyon-nagyon alap KDE-t kaptok, arra nektek kell építkezni, de ez átcsinál természetes dolog. Oké, leokézzük, és szuper! Miután újraindítottuk a gépet, illetve hát elindul a dolog,
mit látunk, meg kell adni a jelszavunkat, illetve természetesen meg kell adni a felhasználói nevünket, és elindul az Openbox, rákattintunk, kapunk egy megfelelő, hát a megszokott, nagyon-nagyon egyszerű jobbklikkes menüt, amiben a programok nincsenek még beletelepítve, hiszen ez az alap, azaz működik. Keresünk egy terminált, az Xterm mindenhol fent van, előugrott, kész vagyunk. Innétől kezdve már csak a saját elképzeléseink, a saját elgondolásaink szerint fog felépíthetjük az Openbox felületünket, illetve a saját rendszerünket. Összefoglalva, a Arch alapú rendszerek telepítési problémája az, hogy jellemzően terminálba kell sok mindent írogatni, ennél a telepítő disztribúciónál ki lett küszöbölve. Én több felületet, több ablakkezelőt, egyebet felraktam, egyiknél se volt semmi probléma, mindegyik szépen működik. A kedvencemet, az Openboxot mutattam be, nyilvánvalóan egy időzőjében messzelen Openboxot kapunk, de ez számunkra nem rossz, hiszen ezt kívántuk, hogyha nem ilyet szeretnénk, akkor természetesen ott van az Arch Linuxnak, akármelyik ablakkezelő, asztali felület és egyéb ezt kialakított telepítője, de azoknak az a hátránya, hogy nem te magad rendezed be a gépedet, hanem van egy csomó előre telepített dolog. Én jobban szeretem ezt a metódust. Hát, köszi szépen, hogy meghallgattatok, és sikeres Linux telepítést kívánok. Köszi szépen, sziasztok!